Jelzések alapján nagyon-nagyon várjátok, már jeleztétek, hogy holnap is fogtok jönni, úgyhogy a Kovalszky meg a Vega koncertje 20 órától lesz látható a Balaton nagy színpadonkon. A Kovalszky meg a Vega koncertje után egy kicsit átmegyünk a stílusból, és kezdetét veszi a Night Balaton Party, ahogy azt megszokhattátok. Az utolsó nap sem lesz ez másként, mert hogy Magyarország egyik legsikeresebb DJ-je fog érkezni a 44. Bognári Születi Fesztiválunknak a Balaton nagy színpadára. Egy olyan DJ-ről van szó, aki az egyik rádió műsorban is ugye műsort vezet, és ő alkotta meg a műsorát. Most viszont ide a 44. Bognári Születi Fesztiválunkra jön, és pörgeti a lemezeket és a legjobb slágereket. Tehát 22 órakor holnap a nagy színpadokra érkezik Bárány Attila. A holnapi programjainkat pedig 23 óra 30-kor Regan Lili fogja lezárni. Természetesen holnap is lehet jönni ide az indiai udvarba, itt mindenkit várnak nagy-nagy szeretettel, itt is lesznek programok, majd holnap én fogom veletek ismertetni, hogy itt mit láthattok majd és mit hallhattok ezen a színpadonkon. Ami egy nagyon-nagyon fontos információ, szeretném nektek jelezni, hogy a holnapi nap is 17 óra után szintén csak fesztiválra érvényes karszalaggal lehet majd jönni, és azzal lehet tartózkodni a fesztivál egész területén, mert hát ugye a biztonsági embereink ezt folyamatosan ellenőrzik, és a fesztivál egész területén a karszalag használata kötelező, azt meg tudják váltani a pénztárainkban mindösszesen 2600 forintért, és ami egy nagyon fontos dolog és információ, hogy a Bognári Születi Fesztiválunkra a védettségi igazolvány nem kell. Tehát itt védettségi igazolvány nélkül is lehet tartózkodni, lehet szórakozni. Egyetlen egy dolog a kötelező, a karszalag megváltása, amit a pénztárainkban meg tudtok váltani, mert rengeteg pénztárunk van nyitva, ott meg tudjátok váltani, és bankkártyával is tudtok majd holnap is fizetni. Még egy olyan fontos információt is szeretnék nektek elmondani, hogy van egy Facebook oldalunk és van egy Instagram oldalunk. Az Instagramon be kell követni, a Facebookon egy óriási lájkot kérünk szépen, ahol ugye közzé tettük az egész programokat, tehát a részletes tájékoztatást a Bognári Születi Fesztivál hivatalos Facebook oldalán is megtaláljátok. Ott a programokat el tudjátok olvasni, akár a fellépőkről a biográfiát is meg tudjátok tekinteni, vagy éppen a borvidékeinkről, illetve akik itt képviseltetik magukat, itt a borudvaron keresztül végig mindenkiről elolvashatjátok a fontos tudnivalókat. Én jó magam a Huyber pincészet borát kóstoltam meg, az itt Balaton-Bogláron helyben található, bevallom őszintén, ízletes és nagyon finom. Nekem nagyon bejött, de érdemes végig menni itt a soron, mert rengeteg borvidék és pincészet képviselteti magát. 23 borvidékről is 48 pincészet, tehát rengeteg borvidék képviselteti magát, és érdemes kóstolgatni, bátran végigmenni, mert tudjátok, bor, buli, Balaton, nincsen ugye bor nélkül, ízletes borok nélkül. Mindez tehát a 44. Bognári Születi Fesztiválunk, reméljük, hogy holnap is jó sokan leszünk, bízunk benne, hogy sokatok.